I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norba vagyok, és itt vagyunk a GT5-ben, és most itt vagyunk egy újabb ilyen rejtekhelyes videóban, és most be fogunk jutni Franklinnek a házába, és azt pedig úgy kell csinálni, mint a bankosnál, amikor ugye elfogadtunk egy Simonos küldetést, itt is ugyanaz, teljes mértékben ugyanaz az egész. Rámegyünk, elfogadjuk, és utána kilépünk belőle, és itt is vagyunk bent a házban. Hát nem mindegyik ajtón lehet bemenni, csak ami ugye nyitva van. Például ezeken az ajtókon nem lehet. De menjünk, nézzünk szét odafent is. És Franklinnél mi a helyzet? Hát ugye a lakás az teljes mértékben ugyanaz, mint a story módban. És ugye itt csak úgy tudunk majd kijutni, hogyha megölitek magatokat, vagy kerestek egy másik szervert. Mit más lehetőség nincs arra, hogy kijuss. Csak ez a kettő. Hát itt gyakorlatilag így ennyi, itt nincs olyan érdekesség. Csak így fejjel lehet itt nézni, hogy mi hogy van. Például a létkező asztal, a konyha, meg ilyenek. Na hát ez itt ennyi is lett volna, megyünk a következő helyszínünkre. Na és itt is vannak a következő helyszínen, ami Michaelnek a háza lesz, és itt a hátsó bejárathoz kell jönnünk. Pontosan ide fogunk állni. És ugyanúgy elfogadunk egy Simonos küldetést, és megvalljuk ugye még berak. Utána fogjuk, kilépünk, és itt is vagyunk bent a házban. Ezek ilyen nagyon egyszerű, vagy nagyon egyszerűen be lehet ide jutni. Nem túl bonyolult általában. Elsőre sikerül, hát láttatok, nekem is elsőre sikerült. Ugyanúgy itt is szét lehet nézni. Még itt be lehet jönni egy-két szobába. Például ez a... Hú, nem tudom, hogy hívták a lányt. De ez a lányának a szobája. Ugye vannak itt mindenféle ilyen kozmetikai cuccok, meg minden szar, ami egy lány szobájába kell. Ah, még a kutya is ott van. Újságok a földön. A laptop. Egy maci. Na menjünk, nézzünk tovább. Van a képük is. Na hát az nem tudom ki az a másik. Aha, be lehet jönni Jimmy szobájába is, viszont az ő nevére emlékszem. Neki is itt van egy PC-je. Egy pizza is van a földön. Ja, tányéron mondok, is a földön. Ó, még rá lehet menni az internetre is. Hol menni a laptopon? Aha. Hát ha úgy emlékeznék, hogy Michael a story módban ezt a tévét szétverte, de akkor úgy látszik, hogy itt az online-ban az nem lett megcsinálva. Na, menjünk tovább. Ez meg ugye Michael-éknek a hálószobája. Hát itt is van mindenféle hülyeség. Ugye itt lehet átöltözni Michael-lel. Ide már nem lehet bemenni. Na nézzük meg szépen, hogy hova lehet itt bejutni. Például itt mi van?
ami beletérne a fürdőszobába is. Hát ez ennyiben jobb ez a házi szétnézésre, mint a Franklin-é. Na, de nem lehet bemenni, de mondjuk itt a story módba se lehetett. Megint nézünk szét lent. Hát ugye ez a nappali. És itt vannak ilyen képek. Sőt, még itt is. Hát ez meg a konyha. Meg lehet innen cuccot, hanem kíváncsi vagyok. Nem lehet. Na, így ránézünk erre, hogy ki lehet itt menni, nem lehet. Sejtettem valahogy. Még ha bejönni nem lehet, akkor kimenni se lehet. És a garázsba se lehet bemenni. Na hát akkor ez itt ennyi volt itt ez a helyszín. Szerintem itt kiveséztünk mindent, így jobban mondjuk az emeleten lehetett szétnézni. Na akkor megyünk a utolsó helyszínünkre. Na és elérkeztünk az utolsó helyszínünkhöz, ami ez a vízesés lesz itt. És ide úgy tudtok bejönni, hogy itt a jobb oldalán lényegében elfuttok. Hát de nyilván inkább ilyen rejtett helynek mondanám, annyira nem érdekes. Csak annyiból, hogy itt el tudtok rejtőzni akár játékosok elől is, és simán lehet így lövedezni kifele, és a haverok erről elbújkálni, vagy ilyesmi helyekre jó ez inkább. Viszont ennyit volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot. Akár fel is iratkozhattok. Hogy kövessetek be Twitch-en, legközelebb jövök vissza, sziasztok!